A Magyar Falu program részleteinek további megbeszélésére került sor Abátszalókon. Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, valamint a térség polgármestereinek részvételével. A Magyar Falu program célja az 5000 fő lakosságszám alatti települések hátrányainak enyhítése. Így többek között az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, illetve olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek vonzóvá teszik az ott élők, illetve a letelepedni szándékozók számára ezeket a településeket. Az alapvető célunk a Magyar Falu program elindításával és végrehajtásával az, ami a legjobban fáj a településeknek. Ez pedig nem más, mint hogy a településeink döntő része nagyon durva népességcsökkenéstől szenved évtizedek óta tulajdonképpen. Egészen elképesztő adatokkal találkozik az ember. Van olyan település, amely 2003 és 2018 között mindössze 15 év alatt a népességének a 70%-át veszítette el. Ez egy egészen szélsőséges adat. De az, hogy 30-35%-a eltűnt a népességnek egy-egy faluban, az meg egészen gyakori információ. Ez a falvak elsősorban azt kérték, hogy próbáljunk meg olyan segítséget nyújtani, amely segít nekik megállítani ezt a durva népességcsökkenést, arra ösztönzi a fiatalokat, hogy maradjanak helyben, hogy helyben vállaljanak lehetőleg minél több gyermeket, és helyben teremtsék meg az otthonukat, és ehhez elsősorban nyilván alapvető életminőség javító intézkedések végrehajtására van szükség. Hogy miről beszélünk? Járható utakról, járható járdákról, játszóterekről, óvodáról, iskoláról, orvosi rendelőről, hogy ezek az intézményekben szakemberek ott is legyenek, óvónők, iskolapedagógusok, orvosok, gyermekorvosok, fogorvosok éppenséggel. Közösségi terekről, hogy nem csak létező közösség, hanem élő közösségi terek legyenek a falvakban. Nagyon érdekes, hogy a megkérdezett 10 falusi fiatalból 7-en azt mondják, hogy az egyik legfontosabb ösztönző számára, hogy helyben maradjon, az a közösségi élet. Ha van közösségi élet az adott településen, akkor szívesen marad helyben. Ha nincs, akkor lehet, hogy arra ösztönzi az őt, hogy elköltözzen egy másik településre, adott esetben másik városba, vagy éppenséggel nagyvárosba. Tehát alapvető célunk a Magyar Falu programmal az volt, hogy azokra a helyi igényekre sikerüljön választ találni, ami az életminőséget javítja, azzal az átfogó céllal, hogy a helyben maradásra ösztönözzük a falusi fiatalokat. A Magyar Falu programban működik az úgynevezett földrajzi egyenlőség elve, ami azt jelenti, hogy azon térségek, mondjuk megyék összehasonlítása az egy kiváló példa lehet, azon megyék, ahol sok kis település fekszik, oda lényegesen több forrástömeg jut, ahol kevesebb kis település fekszik, oda arányosan kevesebb forrástömeg jut. Jász-Nagykun Szolnok megyében ugye viszonylag kevesebb 5000 lélekszám alatti település tartozik, míg Baranya megyébe, Borsodobói Zemplén megyébe, de mondhatom Somogy vagy Zala megyében is 200 vagy 200-nál is több 5000 alatti kis település fekszik, addig Jász-Nagykun Szolnok megyében ez a szám 57 mindössze. De arányosan ugyanannyi fejlesztési forrás jut ezeknek a településeknek is, mint egyébként az apró falvasabb megyéknek, és ilyen értelemben a maximális lehetőségeket mind kihasználták ezek a kis települések, és én itt szeretném is megköszönni a térség országgyűlési képviselőjének, F. Kovács Sanyi barátomnak, bocsánat, F. Kovács Sándor képviselőtársamnak azt a sok-sok segítséget, már önmagában azt a lobby tevékenységet, amit végez a falvakért, de ő nagyon sok észrevételt, javaslatot, jó szándékú kritikát közvetít a magyar kormány felé a Magyar Falu programot illetően, és mi ezeket a kritikákat, javaslatokat mind meg is fogadtuk, és én arra biztatom képviselőtársamat, hogy ezt tegye így a jövőben is. A kormány kiemelt figyelmet fordít a megfelelő helyi ismeretekkel, kötődéssel rendelkező kis településeken működő, értékteremtő civil szervezetek támogatására. Ehhez kapcsolódóan a 2020 évi Magyar Falu program új programeleme a civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása lett, fogalmazta meg a kormánybiztos. A tavaly évben 150 milliárd forinttal indult el a Magyar Falu program végrehajtása 2019-ben. Az idei évben már egész biztos, hogy meghaladjuk a 200 milliárd forintot, és a 2021. évi központi költségvetés 250 milliárd forintot irányoz elő a Magyar Falu program végrehajtására. Ez már önmagában is beszédes adat, hogy 2-3 éven belül 50-50 plusz 50-50 milliárd forinttal bővül, ami óriási számok is. Ezekből az óriási forrástömegekből nagyon-nagyon sok mindent tudunk egyébként javítani. 2019-ben 3 alprogramban indult el a Magyar Falu program, tehát a tavalyi évben. Alapvetően a lakhatási támogatási rendszerrel, az úgynevezett falusi csokkal. Itt újra és újra felkérném a figyelmet, hogy
akár 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást kínálunk azoknak a fiataloknak, akik gyermekeket vállalnak és csökkenő lélekszámú településen telepednek le kis településen, vagy éppenséggel maradnak ott kis településen. Elindult egy nagyszabású állami mellékúthálózat fejlesztési program. Örömteli, hogy az egész országban, amerre járunk, mindenhol épülnek az autópályáink. Évtizedes lemaradásban voltunk autópálya építésekben. Elég szomorú, hogy évtizedeket kellett arra várni, hogy megyei jogú városok, megye székhelyek, mint például a Szolnok, vagy Békés Csaba, Sopron, Kaposvár, Eger nem rendelkeztek autópálya kapcsolattal. Mi ezeket a településeket folyamatába kötjük be a hazai autópálya vérkeringésbe, és örömteli ezt látni. De ugyanakkor nem szabad elmenni szó nélkül amellett a tény mellett, hogy Magyarországnak nincs olyan szeglete ma, amelyen a mellékúthálózat teljesen rendben lenne. Ez sajnos nem igaz. Nagyon rossz állapotban a hazai mellékúthálózat. És erre korábban soha nem látott forrástömeget mozgósítottunk. Itt is 100 milliárdos nagyságban, de a jövőben már 100 milliárd forintnyi fejlesztést indítunk, vagy fejlesztési forrástömeget kínálunk erre a célra. És ezzel el fogjuk érni, hogy 2009 és 2021 között több mint 2500 kilométernyi mellékúthálózati szakaszt tudunk felújítani. És elindult egy harmadik csomag, amelyben ilyen kisebb volumenű, néhány milliós, vagy néhány 10 millió forintos, vagy maximum 100 millió forintos volumenű helyi életminőségjavító intézkedéseket hajtunk végre. Itt pályázati keretben kínáljuk a forrásokat a kistelepülések számára, jellemző kistelepülési önkormányzatok számára. Örömteli, hogy a program indulása óta több mint 2 milliárd forintnyi fejlesztést kínáltunk a kistelepüléseknek csak Jász-Nagykun-Szolnok megyében, és természetesen ez hatványozódni fog már az idei év végéig is, és a következő évben különösen ez a forrástömeg. És az idei évben 2020-ban mindehhez, amit ugye eddig 2019-ről beszéltünk, ehhez ez még bővült a falusi civil alapunkkal, hiszen már a civil szervezetek számára is kínálunk fejlesztési támogatásokat, és a jövő évben tovább bővül ez a program, hiszen a jövő évben a falusi kisboltok megmentésére indítunk egy fejlesztési forrást. F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője arról szólt, hogy elégedett a térség programban való részvételével, ugyanis eddig a teljesség igénye nélkül számos óvoda és bölcsőre felújítása, helyi civil szervezetek támogatása és útfejlújítások történtek a térségben. Gyopáros Alpár miniszteri kormány megbízott volt a vendégünk. Ő tájékoztatott bennünket arról, hogy hogyan történtek eddig a Magyar Falu Program pályázatai, és mi várható az elkövetkezendő időszakban, és a polgármesterek elmondták azt, hogy mi az, amit ők szeretnének, milyen bővítéseket, milyen fejlesztéseket, hogyan változzon a Magyar Falu Program. Mindenképpen pozitív volt az, hogy a kormánybiztos úr azt mondta, hogy erre hosszú időn keresztül számíthatunk, hiszen jövőre is ki lesz írva, remélhetőleg utána való évben is, és hogyha a kormány marad, és mi ezen vagyunk, akkor folyamatosan ezek a kis települések fejlődni fognak, fejlesztési forráshoz jutnak rendszeresen. Én azt látom, hogy a települések nagyon lelkesek, maximálisan kihasználják a mozgásteret, amire pályáznak, azokat nagyon rövid idő alatt meg is valósítják, hiszen ez a pályázat olyan, hogy ahogy befogadják a pályázatot, elbírálják egy hét alatt, öt nap alatt már az összeg ott van a település számláján, és hát voltak olyan pályázatok, olyan beruházások, amit a pályázat beadásától kezdve a kivitelezési két hónap alatt megvalósította az adott település. Én azt gondolom, hogy ilyen rugalmas, ilyen sok oldalú pályázat kevés volt eddig Magyarországon, és látszik is, hogy nagyon nagy szükség van rá. Fontos kiemelni az orvosi műszerek beszerzését és a szociális intézmények fejlesztését támogató kiírásokat is.